Ó! Na? Értem. Sziasztok, én Kori vagyok! Sziasztok, én Dévük, és ez Demás Vita Long Drive, ami van. Igazából hát egy olyan játék, amivel már 3 évvel ezelőtt játszottam, és hát akkor még nem volt annyira fejlett, mint most, azért látható, hogy most már azért vannak itt fejlesztések, mint például a multiplayer... Feri, éppen felkonferálnám a videót, arra kérlek. Arra gondolj, csak megnyomtam a beat. És hát az volt a tervünk, hogy akkor csinálunk már róla a videót, amikor kijön az 1.0-as verzió, de ez 3 év után, ki tudja, mikor fog bekövetkezni, szóval. Igen. Hát azzal dolgozunk, amink van. Feri, gyönyörű szép. Egyelőre ez vagy, van. Mint egy ilyen házhoz járó ügynök, olyan izéinkben vagy. Na mindjárt el akarna nekem adni egy víz desztillálót. Na most tetszik az a játék. Ó, jó kis poroló. Aha. Vaj, vattat, várj, vattat, akkor egy kis mondatnak, a pókhálót. Várjál, megnyújtom a kezemet. Na? Nincsen túl sok csont. Jaj, hova mentem a fődig? Mi ez a sikítozás? Mondjuk egyébként van egy tippem. Most én mit csinálok? Hát Feri googolsz, tehát így mi más csinálnál? Okay. És ott a szekér, Feri, Jézusom. Apukám. Én látok valamit, amit te nem. Ez nem tudom, hogy... Na, egy nyúl. Igen, egy nyúl. Egy trabikával kezdünk, én múltkor például ladával kezdtem, nem tudom, hogy ez is random, ez seed alapján, ez mert a játék full random. Mi van a karoszt? Hogy néz ki? Kicsikét megmozgattam a zsanérokat, hogy végig csak bejáródjon. Azt a mindenit, mennyi minden van itt a spawnon. Azt a nagy kopasz fejlet, nem tudom ezzel elcsapkodni. Hogy fogom a... fegyvert, már nem azért. Ja, be lehet állítani, aha. Igen. Arra lesz szükségünk lesz, mert itt a súlyzótól kezdve minden van. Nagyon fel vagyunk készülve. Pick up. És ki kell szűrni azt, hogy mi az, amire tényleg lesz is majd úgy szükségünk. Ez egy kilométer óra. Ami a most rendesen ki kell cserélnem a vagy... ja, hogy ez ilyen megtöröm. Eléggé összetett. Megtöröm, és akkor hogy rakom bele? Azt hiszem, akkor már egybe belerakja, vagy valami hasonló. Ja, hogy equippelni kell így rendesen. Aha. Lőttem! Nagyon jó. Csak ne engem, Feri. Léci. Azt a micsoda kodban tanult úriember. Igen. Nagyon oda tartja. Nem tudom, kiszállni az autóból, Feri. Mondjuk már majdnem beindítottam. Hát most mondanám azt, hogy oké, vigyünk magunkkal a dolgokat, de első borulásunknál fog minden kiesni. Szóval tök mindegy, és az első borulás nem lesz annyira soká tapasztalataim alapján. Ne, vidd, valami nem jó. Mert mi bajod van? Nem tudom. Valami mit fogsz? Nem forog a kamera. Valamit megfogtál, nem? Vagy... Már hátulról látom magamat. Az a derék mozgás, apukám. Például a távcső az hasznos, azt tudod júzolni, és jó messzire el tudsz nézni. Például ott van egy ház, ami talán egy benzinkút, de nem vagyok benne biztos. Ezt ilyeneket berakok. Te mit csinálsz? Én zenélek. Mutima? Aha. Jöttem. Lehet, hogy gyorsabban kéne. Várjál. Azaz. Lehet, hogy fordítva csinálom. Mindegy. Opa! Az igen! Kifingtam, bocsánat. Jó, hát akkor egészen jól állunk. Rakjunk benne némi nasit, meg ilyeneket. Kis jó szál kolbászt. Ami nagyon fontos lehet, például a fegyver, azt inventory-ba is rakhatjuk, és akkor nem fogjuk elhagyni. Lúnyál! Mi az? Vigyünk egy kis lúnyálat is. Na. Hoppá, megfogtam rádiót, az kell. Szépen befélre, majd adunk Torettónak, ha kére. Jó, akkor a fegyvert... Ja, van már bent rádiót, akkor azt nem... mondjuk elrakom. Ja, akkor az nem kell. Nem. Van itt 2 liter benzin, meg 5 liter víz. Ezeket azért be kéne rakni, nem? Itt egy vekni, ja, vegyünk magunkkal. Hogy kell, jaj. Autó, olaj. Az is fontos, mert hogy az autónak kell olaj. Nézzük meg, hogy mennyi van benne. Csak örülnék, hogyha... De mi lenne, ha felnyitnánk a csomagtartót, és úgy csinálnánk a dolgokat? Akár. Na. Hoppá.
Van benne 0,5 liter üzemanyag, és kevert kell bele. Uh-huh. Két ütem. Itt van olaj. Hát nem tudom, milyen arányba kell, de alapból 98,3. Extra szűz. Nagyon jó, akkor magunkkal vihetjük. Igen. Ő lesz a kis utitársunk. Lefújtalak. És ez miről jó? Nem tudom. Várj, mi van ráírva? Szerint... spriccelj rá. És a kocsi van rajta, lehet, hogy akkor izé... a kocsira spriccelj. Ó, de tiszta mosó. Lett az ablak. Jaj, várj, nem kéne elfújni. 12 mi fújás van benne. Van itt egy aranyrög. Ez nehéz. Aranyrög. Na várj, mert most mindent el kéne vinni. Nehéz. Hát, nem. Vagy azért csak nem. Amiben úgy látunk fantáziát. Aha, ez mi világítitlen? Ez egy pók. Milyen pók ez? Keresi a pókot a sarokba. Tudom atacsolni. Igen, igen, igen. Ja, úgy, mint hogy felraktam a izét, a fenyőfát. Ja, ja. Akkor ezt ide rakom hátra. Várj, már beraktam a ko... Jaj! Feri! Jaj! Csak kinyitni kell, nem leszedni az ajtót. Igen. Mit csinálsz? Értem. Meg hozzá kell szokni a gombokhoz. Az biztos. Mit csinál. Na? Nem? Hát... nem. De az ablakot mint eletisztította volna. Figyelj, az is lehet, hogy ez így néz ki, ez az eletisztított szóval. Lehet. Ne, figyelj, én azt mondom, vele. Hogy menjünk. Jó. Ha már egy este van. Arra emlékszem, hogy nem csak mindenre, de például arra emlékszem, hogy van egy emeletünk, egy padlásunk, ahova megérni főnézni, meg aha. Itt van még lőszer. Jézusom, nem látok semmit. Ó, itt felszárítják a kolbászt, Feri. Ledobom. Mert van itt számítógép. Ó, majdnem turn on. Hoppá. Működik. Józolom elvek, de nem csinál semmit. Feri, van itt egy katana. Úristen. Az nem, nem tudom, mit fogunk majd vele csinálni, de vigyük el. Önvédelem. Ja. Azt hittem valami hülye pókot. Amikor meglátod a pókot a padláson. Igen. Ez mi? Egy szánkó például. Not a snake. Tehát nem egy kígyó, az aha. Biztos. A szánkót is viszed? Ha, megnézzük, hogy működik. Kössük a kocsi után. Feri, leülök, leülök én is! Várj, jövök én nem is! Nem szabad! Gyere! Ez csak egy személyes szánkó. Nem, ott van egy szit! Ha utolérnélek. Hello! Ezzel megyünk! Nyomjad! Üha! Semmi baj! Ez miből van? Vasból? Az az ördög szekér? Én nem tudom. Jó, ha itt a szánkozásra. Jó. Na, jó van, Dávid, kiállok a kocsival. Hogy kezd szabban? Jó, nyugodtan. Indítózom. Még pakolok. Ha beindult! Új, de alá szedte, csugd már be! De most vettem be a kolbászt, Istenem! Jézusom, itt egy vérnyúl. Aki meghalt. Ú, azt alá szedi! Várja, megtollak. Hogy van sebességbe kell rakni? Aha. Tehát, hogy be volt húzva kézi. Felestél az aknába, Feri. Az is van! Akna. Nézd be, mit csinálok. Gyerünk! Gyerünk, mozdulj! Az ez, csak be kell lökni. Ó, van pince is. Ja, és itt van az izé, a gödör. Ó, úristen, Feri, itt van a barátnőm, már is felejtettem. Nem is tudom, mi volt a neve. Jenny, vagy nem tudom, valami hasonló. Ó, bocsánat, édes. Hát hozzuk magukkal, Feri, ő lesz a barátunk, nehéz okay. Napokom. Hátsó ülésen elfér. Van itt alkohol. 100%-os alkohol, 40 liter. Aha. Úristen. Nem tudom az mire jó. Ez mi? Felni, szódavíz. Ekvipeltem. Hát... oh, zöld festék! Oh. Le lehet fújni a verdát? Lehet, aha. Menj már! Ebben pedig dízel van, de hát ez baromira nem dízeles, szóval... aha. Hát kár. Oly, de szép lett. Csak kimegy ez. Hát kifogy vele az üzemanyag, mire kitoljuk. Amúgy igen. Nem lehet segítséget hívni. Az a baj, nem értem még ezt a pust. Én sem, mert nem csinál semmit, akármit nyomunk. Ó! Oh! Na. Értem. Oké. Okay. Úgyis haladtunk valahova. Na akkor most ha... tehát... aha. Uh-huh.
Értem. A few minutes later. Oké, Csapó 2, először álljunk ki a garázsból. Az a legelső, az jobb ötlet, legfontosabb. Szerintem. Feri, be volt húzva a kézifék. Lehet, hogy az volt a probléma. Lehet, még úgy mindenek előtt. Ó, ez most másik trabi, ez nem a kombi, hanem a szedán. Hát a... Ja. Ja. Igen, mert a csomagtartó be lehetett pakolni. Ja, az nagyobb volt. Ezt a dízelt elvihetnénk, eléggé sok, és hát kell majd az üzemanyag. Szórakjuk! Hát a... Ki a tetőre? Nem tudom. A hátsó ülésre. Várj, nem lett kivenni az ülést? Vagy ennyire nem lett szétszedni? Ittam egy kis dízelt, Feri. Hoppá, szartam egyet. De miért? Miért csillog? Hát Feri, ez olyan fényes, mint a jövőnk. Félj, kell nekünk hátsó ülés? Nem, még ki lehet venni? Szerintem jó. Hátra nem ülünk. Vagy de? Lehet? De lehet! Te nem lehet kiszedni. Hát tényleg. Mert itt lehet aludni. Ó, akkor tényleg. Akkor ne szedjük ki. Ó, amikor felemelesz valamit, akkor az jelzi, hogy milyen nehéz. Hogy zöld, narancs, vagy piros. Ez mi? Jelző a festék. Oszta! Milyen nyomás van ebbe? Az hány igen. Bárral? Nyomodál? Nagyon. Na mehetünk? Hát pakolj már előtte. Vagy, ja. Az Isten eljön meg, ott súlyzót. Vannak még a kolbászok a izé. Hol? Padláson. Ah! Jesus! Mi a szar? Az mi? Várjál. Nem nincs itt. Neked nincs? Akkor ez... Nincs. Ők nincsenek szinkronba. Dirre! Paf! Hova lősz, hülye? Várja, hogy kell ezt? Hogy kell célozni? Equiped, tabbal. Ja. Puf! Hát ez nem sikerült. Pif! Kapta. Headshot! Dirre! Dirre! Kilőttem a szemét! Feri, már benne van egy 10 golyó, de mindig szalad. Na végre! De. És nem lehet megnyúzni, megenni, vagy valami? Hát... Lehet, hogy nem. Na, kaják bepakolva. Mehetünk a balcsira. Ja, várjál, hát kell a izé. Persze! Ülök a WC-n, szóval akkor is kifele megy. Fenyőfát nem raktuk föl. B. Hát éppen mi. Ide hallom. Hol van az a WC? Várjál, valahol itt hallom. Ez valami szorulás. Nem akar kijönni. Feri. Mi van? És komolyan, menj majdnem. Akkor bizony. Hova is megyünk? Izé. Azt senki se tudja. Várj, ott egy busz megálló, hát van valami menetrend, vagy nem tudom. Hú, van baj, a szar itt mozog össze-vissza. Igen, hát erre vége az útnak, ahogy látom. Várjál, leveszem a szart a motoráztőről. Ja, jó, oké. Okay. Jessica, hogy néz hátulról? Nagyon örül, hogy megyünk a balcsiba, fürdőroci remélem. Benne van? Igen, beraktam a bugyit. Mehetünk. Hova mész? Munkanapon, szabad nap. Napont teszin. Aha, jó. Ezt nem tudjuk, hogy okay. Hova vagy. Volt valami strand talán. Figyelj így. Oh, ott van valami épület. Pont nem arra, amerre kéne menni. De, mint tudom, azokat megéri megnézni, lootolgatni. Aha. Még hogy azzal az 0,5 literre meddig fogunk eljutni, azt nem tudom, de... Nézzük meg. Ó, a rádió. Ott... Mik ezek a nyulak? Hogy nyomja? Viszket a segge. Lehet. Feri. Mi? Ez mi? Jaj, kivettem a szépen. Tedd már az óra csomorodat, hogy hülye vagy. Vigyázni kell elvéletedig a vízre, hogy fel ne forjon. Hát az a baj, hogy... Ez mi? Ez milyen tartó? Okay, papírt az papírt lehet ide csípni, vagy mi? Én nem tudom. Hallod, milyen messze van az a szar? Ott is van valami torony. Igen? Aha. Jaj. Ne rángasd be a kormányt! Jaj, hogy én is fogok kanyarodni! Ne már!
Nem akarunk meghalni, ez egy magas lesz. Ja. Kéz itt behúztad? Aha. Te már ott vagy? Mi ki se szálltam. Mi van itt? Egy... Na, Feri. Üres piás. 0,3 liter maradt. Ja nem, benzin. Benzin? Tessék. Hülye az! Széttörik. Ja. Azt hittem elkapod. Jövök. Mennyi benzin volt benne? Fél liter. Ó, az ég ágyom meg, Feri. Mire visszaérünk, addigra pont kifogy az üzemanyag. Ott a gyút. Ja, onnan jöttünk. Ne. Hello. Éppen vezetnék fel. Figyelj, most visszaveszem, azt csak gurulunk. Le is állítom. Jó. Ez így, nagyon jó. Otthon volt egy hordó alkohol. Végül is nem az a lényeg, hogy... hogy égjen. Hát végül is. Benzin helyett beleküldjük. Csak menni fog, nem? Open. Igen. Stick in. Nagyon jó, és most... Aha. Opa! Nyomatja! Igen. Figyelj, most eléggé sok az alkohol. Igen, menni fog vele amúgy. Szerintem igen. Akkor jó. Öf, kifolyt belőle. Hogy igen, kifolyt. Egy 2 liter, aha. Ja, visszafolyt, mert az volt alacsonyabban. Ja. Itt nagyon durva fizika van. Tele rakjuk? 24 literre az igen? Hát kéne. Jaj, akkor nem. Meg kéne bele olaj is. Hát egy 3 decit tudunk beleönteni. Az nem jó. Ez a 24 literhez. Jó, fullon van, 5% full. Olaj, 94% alkohol. It's fine, Feri. Jó lesz, mondom. Jó lesz. Várjál, ezt a csövet, ez a legfontosabb, ezt magunknál tartjuk. Ezt el is felejtettem. Igen. És megint visszajött a vérnyúl. Ja, hát reméljük, hogy elindul. Feri, az benézek a kocsi alá. Az nem kell bebújni a kocsi alá. Jó, figyelj, menjünk akkor az úton. Nézzük, jó, hogy egyáltalán működik-e. Én nagyon remélem. Én azt hittem menni fog. Volt egy levél postáló. Kérlek, please, látogass meg, anya. Ja igen, igen, anyához indulunk látogatóba. Oh. Az a sztori. Aha. Hát mama jól messze lakik. Így a... ja, apokaliptikus környezetben. Aha. Feri, hozom a szánkót. Igen. Megyünk azzal? Az a B opció egyenlőre. És talán egy benzinkutat látok az út mentén. Az hát, ha megment minket. Jó. Ámen. És hol láttad a benzinkutat? Hát ott valahol. Ott van valami, igen. Ott. Két ütemű... keverési arány, 25 literhez 1 liter olaj. Abogy akkor végül is azzal akkor nem baj. Akkor majdnem eltaláltuk. Vagyok egy nyilván az a standard, vannak más keverések is, és akkor gondolom több a benzin, akkor jobban megy, de jobban roncsolódik a motor, szóval ja. Hát ezt mondják, hogy működik ez az alkoholos dolog, így ilyenre, csak nem igazán. Mármint, hogy így... nem olyan igen hatásos. Igen is, meg nem is. Aha. Lehet, hogy nem fog beindulni. Oké. Okay. 3 days later. Ó, Feri meg fogok halni. Jaj, jó, hogy egy 20 perce jövünk. Ha ki tudnám bele szedni csak az alkoholt... aha, megy kifele. Valami, de mi? Ó, minden. Hát szerintem minden, igen, mert... ez nem jó. Két liter benzin! Akkor jól emlékeztem! Oh, hátsó lésre raktuk be! Oh. Jó. Oké. Okay. Ebb lett az igazi a keverék, de... ez a legjobb, amit nyújtani tudunk egyelőre. Igen. Ha beindul, akkor jó. Beindulsz? Nagyon picivel kicsi idő múlva van. Aha. Oké. Okay. Ez a tökéletes keverés lett. Yes! Nice! Oké. Okay. Na, akkor indul a most túl. Már! Végre! Induljunk be megint! Menjünk valahova! Hátul Luizika elfoglalta a helyét, és az úton maradunk, szépen megyünk, igen, és remélem ennek a laggolásnak gyorsan abba lesz. Jó lenne, vége igen. Lesz. Hú, ha azért
Akkor tudnánk egyenesen menni. Gumikéder az nem nagyon van fönt. Nem kell egy kicsikét csap be a széle meg ilyenek. Most akkor meglátjuk, hogy az benzinkút volt-e, illetve volt útközben egy hajó is, szóval aha, azt is meg tudjuk nézni. Visszaveszem, leállítom, és gurulunk. Mint hogyha nem is fogyasztana semmit. Persze. Szikla az út közepén, na azokat nem kéne telibe verni. Akkor egy bajba lehetünk. Feri, te hogy ültél hátulra? Már beálltam a tükröt. Így. Ne, így beálltam, meg ez creepy. Szia, Dávid. Menj szájcsülésre. Nézd meg ki a visszapillantón. Hello. Nem jól csukódott be. Meg kell mondanom, ez se sokkal gyorsabb, mint a szánk. De azért, de... De már mentünk 4 kilométert. 80-nal megyünk. Elméletileg mama 5000 kilométerre lakik. Jó, elköltözött. Igen. Ez egy sütizésre nem egyszerű átugrani, legalábbis régen ez volt, amit információt kaptam. Nem tudom, hogy azóta változott-e. Az ott mi? Az a zöld. Az a... Szerintem a benzinlevegő keverék arány, és amíg zöldbe vagyunk, addig a jó, és ha sebességfüggő. De nem vagyok benne biztos. Ezért kell 80-nál állítani a francba. És ott a hajó, mert hogy az elméletileg régen ilyen tenger volt, csak annyira kiszáradt minden, hogy... Hát, ja. Aha. Már nincs. A hajó meg itt maradt. Csak lesz valami loot. Egyre látványosan nem kell unatkozni. Hoppá! Ó, ablakot lehet tekerni! De hogy tekeri? Hogy tekeri? Gyorsan, na, mint az elektromos lenne. Ez elállja az utunkat konkrétan. Jó, beállunk mellé. Feri! Vezetek! Azt a jó csapat kéne felrakni rá, azt csapatni. Kiszálltam. Hú, hát az is lehet, hogy itt nincsen. Jó, hogy rakták az út közepére. Nem tudok beugrani. Tele van hordóval. Úristen, mennyi hordó, Jézusom! Biztos nem a hordókat szállított annó. Hát figyelj, eddig az összes empty. Üres, igen. Ez olaj! Olaj, igen. Jó, figyelj. Ha találunk üzemanyagot, akkor... Jaj! Akkor kell majd az olajos. Dízel. Kirakjuk. 50 igen. Liter dízel. És remélem találunk majd üzemanyagból 2 litert. Igen. Alkohol, nem kell. Valahogy keverve van, de 16%-osra azért az egy kicsikét nem az igazi. 85%, Jézusom, de rossz a keverés. Hát 5%-os keverés a itt leg... Itt is van! ...durvább. 66-34. Hát, és akkor ezt így, ahogy van, tehát egybe... ...önti át, ugye, így keverve. Igen, hát az a baj, hogy nem vagy te Jesus, hogy szétválasz, mint a tenger. Hú, tehát, van ebbe hogy... minden! Gáz, oil, dízel, alkohol, egybe. 27%-os ez is. 100%-os, 46 liter! Teletank, Jézusom, hozzad, Feri! Viszem. Teletankunk lesz, innentől kezdve. Hát mondjuk itt gyorsabb megoldódott ez a problémánk. Ez a max sebességem, mert olyan nehéz. Ah, nem baj. Várja, szétnézek még. Napon. Hát figyelj, más... Dízel, mondjuk nem más nem kell. Igen, tehát... Csak hát, ha van még egy. Mondjuk el sem tudjuk vinni, nem? Csak most telerakjuk aztán. Ja, jó, telerakjuk. Hát figyelj, szerintem azóta nem evett túl sokat. De azért... kell olaj is, nem? Ja, az már van. Ja, az már van. Jó. Nem csavartuk vissza a kupakot, Dávid. Nem baj. Remélem nem folyik ki. De amúgy 0,1 litert ivott, evett. Ezt leveszem. Ennyi idő alatt, szóval... Ja, mondjuk sokat nem ment, mert leállítottuk. Hát igen, de hogyha tudjuk így járatni, akkor érted. Aksi, remélem nem fog lemerülni. Hogy kell lekapcsolni? Hát nincs benne aksi. Ja. Lights. Feri? Én eskü... Dávid, én megyek messzire. Ne menjél messzire, Feri. Megholtam. Megholtál? Igen. Hallok valami harangozást. A temetésemet hall... Húha! Mi történt? De egész közel vagy. Igen, jövök. Hú, akkor hogy van, akkor egy liter olaj? Mi az, hogy 100% gáz? Ennyire kicsi benne az olaj? Meggondolom. Mennyiség, fia, 22, 4...
Hát... Ne! Nem jó. Valami nem jó az autóval szerintem. Belerúgtam véletlenül az előbb is azóta bagol. Elég keményen. Miért húgyoztál? Nem is húgyozok, Feri. Hát akkor ki húgyozott? Hát kocsi. Ez jó kérdés. És megint ellökött. És megint harangoznak. Hát, sím. Azt is tagja vagy a csapatnak. Nem baj, ez olyan precíziós művelet, úgy se lehet ketten csinálni. Nem hát. Ha hova lettem, a hajó másik oldalán vagyok. Hát, amúgy... Ott rohadjon meg. Telerakom a kis kannát. 20 literünk lesz, tarcsiba. Uh-huh. Ó, kifogyott. Hát akkor nem lesz 20 literünk tarcsiba. Jó, te figyeled, hogy mennyi van a motorba. Én meg locsolom fölötte... Oh. Szerintem meg pont jó, jó is, nem? Legyen 5% még. Négy. Jó! Jó, négy, az úgy jó. Hú, nem tudtam, hogy ilyen nehéz bekeverni az üzemanyagot. Rakd vissza a motorrázítőt. Nagyon jó, meg vagyunk tankolva. Elindul? Nice. Folyik ki közben itt az olaj. Nem baj. Hát remélem elindul. Nagyon elindul, jó. Nagyon szép, és mehetünk tovább. Előttünk az az újabb épület. Igen. Ahol valami másféle loot lesz majd valószínűleg. Hú, hát Feri. Mondjuk azt, hogy megismerkedtünk a játékkal. én újra, te meg először. Igen. Hát tengermély szeretettel várjuk a multiplayer update-eket a játékhoz. Nem azért, mert bagos. Működik azért ez, meg minden, de... Meg lehet tanulni, hogy ő ilyen. De hogy azért, ja, lehet hova fejlődni. Mit keres ott egy benzines kanna? Jó van. Ezekről beszélünk, de igazából nagyon élvezzük, mert pont annyira... Amúgy jó lenne. Amúgy is jó, tehát meg most amúgy is jó, de jobb lenne. De akkor jobb lenne. Szóval nagyon szépen köszönjük a figyelmet, srácok, innen folytatjuk legközelebb, hogyha tetszik, és azt szeretnétek, hogy menjünk tovább a mamához, már megtettünk belőle 8 kilométert. Az igen. Akkor mindenféleképpen dobjatok a videóra egy lájkot. És iratkozzatok fel. Hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok. Sziasztok.